Sziasztok! Ez ilyen sufni tuning volt, éjszakai jégbolt leselde. Van nekem egy ilyen low budget háromlábú statívom, aminek így lehet hajtogatni a lábát. Erre így rápattintottam a látcsövet. Ott a hold, meg ott a Jupiter. És ha minden igaz, és belenézünk az objektívbe, akkor bizony ott a hold, és milyen nagyon szép. És elméletileg rá is tudok zoomolni. Elméletileg. És lehet is látni, hogy a holdnak a sötét oldal ilyen szürkés színű. Ez a napból érkező fény, ahogy visszaverődik a Földről, ez a visszavert fény, ez megérkezik a Holdra, és onnan visszaverődik hozzánk a fény. Ezért nem teljesen fekete, hanem ilyen szürkés színű. Erre mondják, hogy ez a hamufény. És ilyen hamufény, ez mindig új hold előtt, meg után szokott előfordulni, legalábbis csak olyankor látható, amikor a holdnak a tőlünk, vagy hogy mondjam ezt, a mi szemszögünkből megvilágított része az ilyen kis sarlónyi. Mert ahogy egyre jobban fénybe borul a hold, ez a hamufény ez egyre inkább így elhalványul, és a végén már nem is lehet látni. Igen, mert pár nappal ezelőtt Ausztráliában volt egy teljes napfogyatkozás. Ezt így néztem is. Ó, és ott nagy a repülő! Ajj, de klassz! Fú, de kár, hogy nem a hold előtt repült el. Fú, de jó. Na jó van. És ezért, ha minden igaz, akkor majd körülbelül egy olyan 2 hét múlva lesz majd egy teljes holdfogyatkozás. Úgyhogy nagyon jó lesz. Ez csak így gyorsan így összedobtam, egy ilyen kvázi informatív videó. Most szétment a hold. Hogy ilyet is lehet. Akinek nincsen profi felszerelése, mint ahogy nekem sincs, hát ilyeneket tud csinálni. Na jó van, csak ennyit akartam. Jó van, sziasztok! Na, fókuszálja be!